Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön Grecsó Krisztián, József Attila díjas, költő, író, dalszerző, az Élet és Irodalom TV kritikusa, és egyúttal prózarovatának vezetője. A kortárs irodalom egyik legnépszerűbb alakja, sikerkönyvek, úgy mint a Pletyka anyu, a Mellettem elférsz vagy a Vera szerzője. Pár éve átesett egy igen súlyos betegségen, és végigjárta azt a gyötrelmes utat, amíg feleségével magukhoz ölelhették lányukat, Hannát. Az egyik tárcádban azt írod, hogy a két legfontosabb dolog az életben vagy a világban, az a felfedezés és a szerelem. Kezdjük a felfedezéssel. Az miért jó dolog? Hűha, ezt mondtam volna. Abba a gyönyörű játszmába csúsztam én bele legalábbis, hogy mindent újra és újra föl tudok fedezni, és ha nem is mindig ugyanannyira örülök neki, hogyha felfedeztem, legyenek ezek önismereti információk, rádöbbensz valamire magadról, megráz, elszomorodsz, megpróbálsz változtatni, sikerül, ez a változtatás üzemelni kezd, működik, változik, majd egyszer csak megint rádöbbensz ugyanarra, és kiderült, hogy nem változott meg. Tehát, akkor miért futsz neki újra és újra? Szerintem a minden egyes fölismeréskor, noha az már nem új info lesz tényleg, tehát egy adott krízis helyzet maradandó nyomokat hagyott benned. Ezek a maradandó nyomok, sebek, heggettek, egy kicsit begyógyultak, te ápolgatod őket, és minden alkalommal egy picit jobban begyógyulnak. És ez nem baj. Tudsz mondani egy példát? Nekem egy egészen szép, és szerintem jó példám van erre most. Én 20 éve dolgozom azon, nincsenek benne meglepetések, minden fázisát ismertem, hogy az apukámmal való viszonyomban neki és magamnak meg tudjak bocsátani. Neki miben kell? Neki abban az elhatározásában, hogy ő úgy döntött, hogy eldobja magától az életet. Ehhez nem klasszikus módszereket használt, bár erre is vannak filmes meg irodalmi példák, hiszen az alkohol is lehet egy elhatározásban egy végig vitt, lerontott élet, aminek ez a vége. És ő így határozott, és ezt végig is vitte, 49 éves korára halálba itta magát. Te mióta tudod, hogy ez ennyire, ha nem is bevallott, de valamilyen szinten tervszerű hadművelet volt? Mivel azt ott viszonylag gyorsan fölfogtam a végén, hogy ez így van, ahogy van, ezért hatalmas gyűlöletet, haragot éreztem, nem tudtam neki megbocsátani. Tudod, hogy miért csinálta? Jó sok fázis van benne, aminek most próbálok mindenek utána járni. Nagyon korán indul az elemi eredendő sértettségek végtelen sora, amelyek sodorják bele a egyre inkább a mélyébe. Az ő története, és akkor röviden a válasz, valószínűleg ott kapja a legnagyobb gellert, ahogy egyébként sokunk, ennek a generációnak sok apukája, sajnos a honvédségtől félig vagy tán egészen alkoholistán tér haza. És innen már nem tudott kiszállni. És onnan már ő nem tudott kiszállni. Van, aki még mederbe tudja tartani az ügyet, a szerencsésebbek. Azért ennek a műsornak a címe az, hogy élni jó. Nem tudom, ezen gondolkodtál-e, ha már kapargattad ezt a sebet sokszor, hogyha valami csodával határos módon te most beszélgethetnél vele, és visszamehetnél a 40-valahány éves apukádhoz, akkor mivel próbálnád meg meggyőzni, hogy élni jó? Ne csinálja. Van értelme. Hát ugye egy nagy démon ellen kellene ott akkor harcolni, egy sok évtizede ő rajta uralkodó nagy démonon, és nyilvánvalóan valahogy arról kellene meggyőzni, hogy az a hite, hogy elszúrta, és hogy ez már reménytelen, és javíthatatlan, és ezek az évtizedek úgy kimentek mögüle, hogyha ő kitisztul és körbenéz a világban, az a világ annyira megváltozott, annyira elhagyta őt, annyira vesztesként marad benne, hogy azonnal vissza kell menekülni az álomvilágba. Na, erről kellene meggyőzni, hogy ez nincs így. Már melyik része? Tehát, hogy végzetesen nem tudjuk elszúrni? Hát, hogy nem. Igen. Tehát, hogy nem tudta végzetesen elszúrni, és hogy minden alkalommal, amikor körbenézett, akkor ezt az érzést kellett volna legyőzni, és megpróbálni. De várjál, honnan tudod azt,
hogy valaki, vagy honnan tudja az adott személy azt, hogy nem szúrt el végzetesen. Tehát, hogy még van restart, van még útelágazás. Hát igen. Innentől lenne szép nyerni. Fogalmam sincs. Akkoriban nem sikerült erről meggyőzni. Próbáltad sokszor? Persze. Ezek hogy néztek ki? Négy szemközt leültetek, lelkére próbáltál beszélni, tréfásan, komolyan, szívorzsolóan, megrendítően? Általában ugye mindre tudnék példát mondani, és nyilván nem voltam egyedül, hiszen van egy öcsém, Grecsó Zoltán, koreográfus, balettáncos, van természetesen az édesanyánk is próbálta, tehát nyilván vannak édesapámnak testvérei, akik szintén igyekeztek erről meggyőzni. Lehet, hogy rossz módszereket használtunk. Ez ügyben egyébként nincs, hogy fogalmazzak, mert bűntudatom lehet éppen, de nem feltétlenül ez ügyben van, mert próbáltuk. És nem vagyok abban biztos, hogy azért, mert öregedtem 20 évet, ügyesebb lennék. Lehet, hogy most se tudnám meggyőzni, nyilván most is minden alkalommal újra és újra megpróbálnám. Egyébként az alkoholt el tudta tenni, az kellett volna, hogy az ürességbe érkező depresszió valahogyan kezelhető legyen, mert ha kiadsz 10-15 évet különböző delíriumokban, amikor körbenézel utána a világban, azok, akikkel indultál, azok, akik neked osztálytársaid voltak, azok, akik barátaid voltak, azok már nagyon más társadalmi státuszban vannak, nagyon más világ van. És ez egy örvény, gondolom, amikor az ember ezzel szembesül, akkor folyamatosan... És akkor te egy senki maradtál, egy... Úgyhogy ezek viszonylag tipikus történetek, és talán azért nem is érdemtelen körbejárni, mert azt hiszem, hogy ahomilyen rugóra ez a történet jár, arra most sok hallgató bólogathat, hiszen sajnos ez azért sajnos a rendszerváltás egyik tipikus életpályája, ahogyan ezt mondjuk megélhették emberek. Ugyanakkor azt mondtad, hogy apukárnak és magadnak megbocsátani, ez a folyamatos sebkapargatás és a folyamatos felfedezni vágyás. Magadnak miben kell megbocsátanod? Igen. Hát azért vagyok boldog, mert ez viszonylag jól sikerül, képzeld el. Ezt mondjuk akkor most már, ha már boldogság felé vagyunk, akkor ezt mondj, hogy mostanában nagyon-nagyon határozottan eredményeket értem ebben el, amit lehet, hogy majd megint újra el kell érni, ugyanezeket az eredményeket. De nagyon boldog vagyok, hogy ezt úgy sikerül, és magamban helyre tudok tenni dolgokat. Én nagyon nehezen viseltem a legutolsó időszakban már különösen ezt a Las Vegas végállomás, vagy nem is, talán ez a film címe. Nicolas Cage elmegy és halálos. Így van. Ezt a fajta álmokfutást őrületesen nehezen viseltem. És a legutolsó hónapokban mi nem is beszéltünk az apámmal, és mikor már nagyon megijedtem, és próbáltam a legutolsó pillanatban a kórházban már találkozni vele, akkor meg már nem sikerült. És ezek a pillanatok, vagy ezek az elmaradások utólag démonivá tudnak nőni. Valószínűleg túl sok mindent már nem tudtuk volna megváltani, de az azért valószínűleg megkönnyítette volna ezt a folyamatot, ha kibékülünk. Mert hogy ti haragba is voltunk, így van. Ha kibékülünk, ha újra szót váltunk. Mit mondtál volna neki, ha ő akkor még párbeszéd képes? Nagyon jó kérdés. Hát ugye én annyira sértett voltam, hogy először, hát nyilván azt vártam, hogy ő kérjen bocsánatot, hogy vajon bocsánatot kért volna-e, vagy nem, azt nem tudhatom, de nyilván nekem is volt miért, és hát adhattam volna az én bocsánatkérésemet ilyen alapon hitelbe elsőre, hogy aztán ez valamilyen módon dialógussá nyíljon ki, de ez nem történt meg. Megtörténhetett volna? Szerinted lett volna annyi nagy vonalúság benned? Hát én azért mentem be a Szentesi Kórházba akkor, hogy nyilván, hogy beszéljünk. Sajnos a Szentesi Kórház már akkor sem a legfölszereltebb és legmodernebb helyek közé tartozott, és az azóta sincs nagyon másképp, és valahogy olyan, van is egy ilyen, hát egy ilyen fátum rajta, hogy ugye ha oda a 40-es, 50-es falusi félalkoholista vagy, tán egészen az férfiak bekerülnek, onnan haza már nem jönnek. És ezt éreztem meg én is, amikor ő bekerült, hogy itt most még meg kellene próbálni szót váltani. Ezt már későn tettem meg, hát.
Te szerinted lett volna erőd, ha ő nem kezdeményez? Békülés? Szerintem lett volna. És ez most egyébként erőt ad abban, hogy amikor ezeket végig gondoltam, hát kellett hozzá egy pár év, akkor próbálkoztam sokféleképpen, sokféle terápiával, sokféle kibeszélésekkel. Nyilván nem tudok mást mondani neked, mint hogy lett volna erőm, hiszen most már abban a hitben vagyok, hogy belülről valahol meg is történt. Neked mire tanulság az élni jóság kapcsán az ő története? Nagyon-nagyon kemény lesz, amit mondok, de az ő hatalmas kudarca, sőt, hát kudarc sorozata, ami egy nagy kudarcba vitt, az olyan erős negatív példa volt nekem is, és az öcsémnek is, azért mondtam magam elsőre, mert időrendi sorrendben így történt, olyan erős akaratot, céltudatosságot adott nekünk, hogy bármilyen furcsa kimondani, részben ennek köszönhetjük, hogy ott tartunk, ahol. Ez ilyen üzemanyag volt? Hogyne. Nem lehet, hogy azért lettél érzékenyebb, belátóbb, empatikusabb, mert átestél ezen azon az utolsó években, és azért ez az érzelmi ingerenciáját az embernek, vagy az élességét azért eléggé, hogy mondjam, hát tudja árnyalni, igen, és finomítani. Csiklandozza. Igen. Maradjunk ennyivel. Igen, igen, hát megfelelő mértékű traumákat biztosít az íráshoz, csak hogy mindent pozitívan kezeljünk, és az önismeretet is csiklandozza. Már a betegség például? Az is, hát sok minden rakódik itt egybe, aminek én ilyen módon, tényleg maradjunk ebben a szemléletben, ilyen módon hálás lehetek. Hogy átestél egy betegségen? Például, hogy a betegség hozta önvizsgálat, meg leltár, meg hitkeresés, meg énkeresés, azon mind végigmentem. Azelőtt én nagyon vehemens ember voltam, nagyon szerettem meggyőzni embereket dolgokról, az igazamról. Nyilván hittem abban, hogy egy történet elmesélhető, egy érzés elmesélhető, hiszen ez a munkám, élő szóban is igyekeztem minél plasztikusabban meggyőzni. Ilyen módon bizonyos mértékű alázat hiányzott belőlem, mert a munkámhoz épp az a hit kellett, hogy ezt meg tudom csinálni. Na most volt olyan helyzet már, nem is egy az életemben, amikor nagyon furán kerültem viszonylagos terekbe, mondjuk emberek a fájdalmaikról meséltek arról, hogy milyen élményeken mentek keresztül a magyar egészségügyben, és a többi. Már én soha nem kapcsolódok be ebbe a versenybe. Nem kezdem el őket győzködni, nem kezdek el mesélni, nem kezdek el semmit sem mondani. Azért, mert hiába való, vagy azért, mert sajnálod rá az időt? Azért, mert hiába való. Azért, mert nem leszek hűtlen a saját szenvedésemhez. Az olyan pokol volt, hogy azt árusítani arról, győzködni, beszállni valami lóversenybe, vagy most valami... Fizikai fájdalomról beszélsz? Fizikai fájdalomról, hogy egyszerűen nem tudom másképp mondani, hűséges vagyok hozzá. Ez meg egyszerűen lehetetlenné teszi, hogyha valaki nekem azt mondja, de hát tudom én, hogy rossz lehetett, mert nekem is volt egy szemölcs a bal oldalon is, fájtam, mikor levették. Erre nem tudok mit használni, csak azt tudom mondani, mosolyog vagy, elhiszem és bízom benne, hogy szépen begyógyult. Ehhez képest régen mit csináltál volna? 8 évvel ezelőtt? Akár a magam nevében is elkezdtem mondani, hogy ezt hogy mered a kettőt összehasonlítani. Nem akarok már ilyet. Tehát, hogy nem, ezzel én nem. És sose értettem a nagyszüleimet, amikor ugye arról volt szó, hogy a nagyapám 4,5 évig a Don mellett hadifogoly volt. Ráadásul úgy, hogy ugye 1,5 év katonaság után Szentesig hazajött, 8 kilométerre a falujától elkapták az oroszok, és visszavitték. És 4,5 év után kerül haza, és soha a nagyapám, se a nagymamám, aki 4,5 évig az anyósával él, az anyósára főz, és az anyósával kénytelen reménykedni egy idegen helyen, hogy ez a férfi, akit csak 1,5 évig tudott a férjének, visszatér, hogy
hogy erről nem beszéltek. Nagyon-nagyon keveset, és ha beszéltek róla, akkor soha nem tették valaminek a viszonylatába, hogy én sokat szenvedtem, vagy valami. Hát olyan méltatlan lett volna ehhez az egészhez, amit ők átéltek, és ezt most értettem meg. Hát ez nem... Hűségesek voltak ahhoz a teljesítményhez, amit kibírtak, amit megcsináltak, hogy vártak egymásra, hogy hittek abban, hogy túl fogják ezt élni, és újra, és aztán egy ötfős család, tehát öt gyerekük született, hittek abban, hogy ez lehetséges. Te végig hittél benne? Azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen, bár ez egy nagyon jó tanács volt, és azt most is szoktam mondani embereknek, hogy akkor már nagy években nem szabad gondolkodni. Napokban, feladatokban kell gondolkodni, és a feladatokat egymás után csinálni, és csak arra koncentrálni, hogy mi a következő feladat. És ezt meg lehet csinálni. Tehát lehet, mert egy idő után annyira nagy gondot jelent az a feladatnak a megoldása is, hogy inkább arra, tényleg arra a konkrét helyzetre kell koncentrálni. Az érzelmekhez való nyitottságomat, hogy egyáltalán empatikus tudjak lenni, elfogadjak emberektől szeretetet, segítséget. Azt már a fájdalom szintjei alatt visszanyertem, ami nekem akkor is nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentett. Tehát, hogy nem tudom másképp mondani, nagy büszkeség volt. Az, hogy merek segítség, vagy merek és tudok segítséget kérni, és hogy el tudom hinni, hogy emberek együtt éreznek velem és szeretnek. Ez a kettőt, ezt vissza tudtam nyerni. Ez nagy küzdelem, szép nagy küzdelem volt. Te jobb ember lettél szerinted, vagy jobban szeretsz élni? Szerintem csak jobban szeretek élni. Nem lettem jobb ember. A hétköznapjaim ritmusa nem lettem türelmesebb, nem lett több lelki erőm. A hétköznapjaim ritmusa nem lett radikálisan más. Jobban értékeled például az apró dolgokat? Hogy egy ilyen kis banalitással éljek, de sokat szokták emlegetni. Sokat szokták emlegetni. Van, amikor sikerül, igen, az apró dolgokat is. Én mindig a nagy dolgokkal voltam nehezen összebékíthető. Nehezen láttam a nagy dolgok íveiben, nehezen tudtam egy nagy szerelmet megbecsülni, nagy érzéseket. De közben tudtad, hogy ez egy nagy szerelem? Tudtam, de hogy konkretizálni kellett, picivé kellett tenni, pici dolgokba kellett, hogy megnyilvánuljon, és akkor... De felé nem tudtad mindezt megbecsülni, vagy magadnak? Talán inkább magamnak. Ez nem attól van, hogy az ember azért próbálja meg mindezt minimalizálni, vagy bagatelizálni, hogyha elveszíti azt a másikat, ne fájjon annyira? Az is lehet, tehát egy énvédő technika is lehet, meg valószínűleg kisebb perspektívában jobban belátod az egészet. Tehát, hogy akkor szétszabdalni, vagy szétfagdosni, és pici dolgoknak örülni. És azt hiszem most tehát az öröm érzését, hogy tudok örülni dolgoknak, ezt megtanultam, és ez nekem nem volt evidens. Már csak azért sem, mert egy nagyon szorongós ember vagyok, aki a leghétköznapibb helyzetekben is, mondjuk egy örömforrásban is tud feladatot látni. Legutóbb nyilvánosan mi 2020, december 24-én beszélgettünk, pont ebben a rádióban hívtalak, hogy Szenteste, és akkor nekem úgy tűnt előzetesen is, meg beszélgetés közben is, hogy azért az egy ilyen kegyelmi állapot. Tehát megérkezett hosszú procedúra nyomán hozzátok Hanna, aki ugye egy örökbefogadott gyerek, hihetetlen nagy örömet okoz, a beteljesülést hozza meg. Te túlestél már beszéltünk róla ezen a betegségen, ami egy nagy próbatétel, és abban volt valami szakrális, mindig az karácsony este beszélgetni. És én emlékszem, hogy kérdeztem tőled, hogy Krisztián, tudod te ezt érdeme szerint értékelni, ami most veled történik? És akkor te azt mondtad, hogy nem nagyon megy, de próbálkozom. Hogy haladsz e tekintetben? Most már vagy 2 év telt el, Hanna már három és fél éves. Igen, egy nagyszerű lány, akinek hát az akarata most már remekül nyílik, és megtalálta, hogy hogyan érvényesítse, és most kell valahogy meggyőzni őt arról, hogy a mi szavunk is valamilyen módon a jó szándék vezérelte szó, és az élet legkülönbözőbb csábításait tudni kell kezelni. Nagyon szép kihívás, de azt kell, hogy mondjam, hogy minden reggel, vagy minden
nehezen induló pillanatban is mindig van valami kikacsintás, vagy nevetés, vagy valami pillanat, amivel valami elképesztő örömet hoz. És olyankor meg minden türelmetlenségemet azonnal levetközve, megbánva, megrémülve próbálok visszatérni ahhoz az emberhez, aki próbálja megélni azt, és átélni, hogy ő tényleg a Jóisten ajándéka nekünk. Egy nagy kegyelem. És hát bízom benne, hogy ezt majd ha felnőtt lesz, akkor, mert tudod, azt szokták mondani, hogy így is úgy is, te leszel a gyermeked legnagyobb traumája, tehát téged kell majd valamilyen módon kievernie, hogy aztán mi is Isten ajándéka vagyunk-e ő neki, vagy nem, azt majd ő feldolgozza valahogyan terapeutáknál, vagy akkor a kúrens módszerek egyikével, ami akkor lesz a transgenerációs trauma adott megfelelője. De azon gondolkodtál-e, hogy én ezen nagyon sokat szoktam gondolkodni, hogy a te jelenleg élethelyzeted, élni akarásod, vagy az életszereteted, ez a jobb szótán, az egy nagyon kegyelmi állapot. Ez egy szenzációs helyzet. De hogy azért mekkora kacskaringókon, fájdalmakon, próbatételeken keresztül vezetett a te saját utad, akár csak, ha ebből indulunk ki, hogy erre miért volt szükség? Miért nem hagyja úgy a Jóisten az élet, a sors, hogy ezeket ki lehessen hagyni? Valószínűleg gyengék vagyunk hozzá, de ugye azt szokták mondani, hogy a negyedik dimenzió érzékelése az nagyjából annyira lehetetlen, mint hogyha egy papírlapra egy üveggolyóval árnyékot vetsz, akkor az egy kör alakú dolog lesz, és a három dimenzió onnan nézve nem érzékelhető. Állítólag ugye azt mondják, hogy az isteni dimenzió ugyanebben az értelemben, mint a negyedik dimenzió nem érzékelhető, és ezzel nem is tudunk mit kezdeni, mint ahogy a szabad akaratunk és a vágyaink és az ösztöneink kegyetlensége és áradása is legyőzhetetlen lenne. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet vele mit csinálni. Én másra nem tudok gondolni, amikor ezekre a próbatételekre gondolok, meg arra valóban, hogy az a megedzett lélek, ami utána van, az a lélek, ami fölfog, megért magából sokkal, de sokkal többet, mint előtte, és ráadásul megérti azoknak az embereknek az indulatait, vágyait is, akiket eddig jóval kevésbé értett, szülők, nagyszülők, helyzetei, az mégiscsak valami olyan fajta jutalom, és hát itt a kegyelmet most már elég sokat használtuk, tehát már nem akarom mondani, ami hát ez nem egy üzlet, de megéri. Tehát ugye a Jóisten az nem egy transzcendens Mikulás, ugye, hogy ha rosszul viselkedsz, akkor virgácsot ad, ha jól, akkor meg szaloncukrot, de nekünk azért alapvetően, vagy legalábbis én így vagyok vele, azt az alaphelyzetet, hogy én jóért jót szeretnék kapni, azt nyilván nem tudom levetkőzni, tehát hogy azt hiszem, hogy ebben a mérlegelben kényszeresen ott vagyok. Hoztam ezt a paraszti mentalitásból, hogy a munka elvégzése az egy kötelező ügy, elvégzed a munkát, azon nincs mit örülni, mert természetes, hogy elvégezted, és azonnal beállsz a következőbe. És nem arra gondolok, hogy föltétlen örömünnepeket kell tartani, de az is azért egy önmagad elhanyagolása, ha ezeket a részeredményeket nem látod. És nem tudod magad megdicsérni, és azt mondani, jó, ez jó volt. Okay. Te nem szoktad? Most már igen. De régen te az a típus voltál, hogy bármilyen konfliktus helyzet esetén mondjuk rögtön magadat kezdted el károsztatni, hogy te hibáztál? Az a fajta ember voltam, de nem gondoltam komolyan, tehát hogy én azt gondoltam, hogyha magamat kárhoztattam, akkor azzal meg is bocsáthatok magamnak, hiszen én már megtettem azt, hogy felismertem a problémát. Mint ahogy amikor megjött valami, vagy elértem valami eredményt, akkor az abban a pillanatban természetes lett, hogy megvan.
És azzal, hogy természetes lett, nem lehetett neki örülni. Mint ahogy az elkövetett hiba, azzal a gesztussal, hogy bevallatott és elvállaltam és az enyém, azzal a pillanatban meg is bocsátottam magamnak. Ezáltal nem akartam a hibát legközelebb se megelőzni, se azt másképp csinálni, hiszen majd feloldozom én magam. Persze, hát széttátom a karom, ide lőjetek, ne haragudjatok. És aztán egyszer csak hát hozzám legközelebb álló emberek azt mondták, hogy érti, hogy értem, hogy én vagyok a hibás, hogy ezt verbalizálom, hogy kimondom, de nem látja úgy, hogy így is gondolnám. És az akkor úgy nagyon meglepett, hogy ezzel úgy gondolom, hogy azzal, hogy jelentkeztem a dologgal, és magamra tettem, megszakadtam a ruhámat, az a szerintem megoldódott. És rájöttem, hogy nem. Ezzel szemben ma mi történik egy konfliktus helyzet esetén? Hát eleve igyekszem megelőzni, vagy eleve igyekszem jobban oda tenni magam. Így az oda vezető úton már figyelni. A gyerekkel ezt a legnehezebb szerintem, mert olyan indulatosan tud az ember reagálni, én annyira el tudom veszíteni a kontrollt, hogy na, opa. De mit kell csinálnia, hogy elveszítsd? Hát vannak a lányunknak módszerei arra, hogy hogyan lehet apát fölidegesíteni, és hogyan lehet a végtelenségig makacskodva, az akaratát próbálgatva kihozni engem a sodromból. Mi a szélső érték nálad? Már olyan értelemben nem az ő tetteiben, a sajátodban. Tehát meddig tudsz elmenni türelmedet vesztve? Aha. Hát kiabálni tudok, akkor aztán úgy megindul, ami sehova nem vezet. Tehát ugye az agresszív reakció agressziót szül. Hogyha lekiabálom, és számon kérem, és leteremtem, az őben fájdalmat okoz, sértettséget okoz. Tehát meg kell próbálni legközelebb már az utca. Tehát az a baj, ha már bekanyarodtál, és elindulsz a lejtőn, akkor már azt nem tudod megfékezni. Tehát megfékezni előtte lehet. És ha előtte még képes vagy kisasszézni onnan, és megpróbál a legkülönbözőbb módon egy humorral elütni, egy kérdéssel elütni, elterelni a szót, néha olyan banális dolgokkal megoldódik egy hegynek látszó ügy, amikor sikerül, akkor mindig arra gondolok, hogy ezt a fajta oldalazást kéne nagyon-nagyon-nagyon megtanulni. Amikor meg nem sikerül, akkor meg nagyon szomorú vagyok, hogy megint beletenyereltem, és semmire nem jó. Amikor egy másik műsorban beszélgettünk, akkor már sokszor beszélgettünk, igen, akkor nekem nagyon szimpatikus volt, hogy te nagyon őszintén szembenéztél azzal, hogy amíg úgy tűnt, hogy nektek nem lesz gyereketek, akkor te észrevetted magadon, nem is tudom, mi a jó szó, a rossz indulat az talán erős, de hogy irigy voltál, nem tudtál nagyon örülni. Mások gyermekáldásának, boldogságának, házasságának, babatervezésének, bárminek. Hogy kell csinálni azt, hogy az ember nagy próbatételek esetén ne gonoszodjon el? Nagyon sok esetben látom azt, hogy egy spirál. És azt veszem észre, hogy nem kell hozzá tragédia. Az ember a pillanatnyi rossz élethelyzetéből következően egy-két év alatt egy végtelenül mogorva és gonosz emberré képes válni. Fogalmam sincs, bevallom. Tehát nincsenek erre jó tanácsaim, hogy ezt vajon hogyan kell csinálni. Én ebben tökéletesen benne voltam, és még csak véletlenül sem tudom azt mondani, hogy tudtam volna kezelni, ha nem így alakul, ahogy. De más is látta azt rajtad, hogy te most úgy... Még akkor talán kordába tudtam tartani, de már akkor voltak nagyon-nagyon nehéz helyzetek. Mondasz tehát egyet? Még arra is emlékszem, meg is beszéltem a kedves barátommal, úgyhogy jót nevettünk rajta utána. Már kijövőbe voltam a betegségből, már megvoltak az első negatív leleteim, de még nagyon-nagyon gyenge voltam fizikálisan, elképesztően sok maradványa volt a betegségnek. Alig volt hangom, 60 kiló voltam, nem tudtam mozogni, nem volt egyensúlyérzékem, nem volt nyálam. Nem. Még azért nagyon óvatosan volt az életem, és
És felhívott egy nagyon kedves barátom, mondhatom, mert tényleg sokat nevettünk rajta azóta, az Egyedi Péter, aki egy nagyszerű dalszerző gitáros, és a lejátszásban együtt dolgoztunk, és nagy boldogan elmondta nekem a telefonban, hogy daj, de jó, és az Annával gyermeket várnak. Ott én a sírással küzdve, a gyömörgörcsel, a harag, a gyűlölet, az irítség, minden tombolt bennem. Még próbáltam kedves lenni. De hát, hogy az vajon mennyire sikerült az örömet imitálni, hogy én itt szívből gratulálok, miközben hát nagyon mást gondolok, azt nem tudom. És az se, hogy mondjuk egy év múlva, két év múlva, három év múlva, vajon hogyan tudtam volna ezt uralni, kordában tartani, megváltoztatni, valamit kezelni ezen, nem tudom. A boldogságát irigyelted, a gyereket irigyelted? Mit irigyeltél? Nagyon jó kérdés. Én nagyon-nagyon-nagyon vágytam arra, hogy apa lehessek. Már akkor régóta. És szerintem a legnagyobb szentség, ami történhet az emberrel, hogy gyermeke születik. Azt, hogy a világnak van bármiféle varázslata, azt akkor lehet átélni. És ez nem kell, mindenféle hit nélkül. Tehát egyáltalán nem kell, most ez szerintem világnézettől független. Tehát valami a létezés csodájából akkor egy pillanatra látszik. Ez egy olyan hétköznapi világ úgy egyébként, olyan nagyon, nagyon materiális, nagyon az anyagok, az életünk, a szabad akaratunk, a gyűlöletünk, minden itt van. Egyszer csak egy kicsit beláthatsz a kulisszák mögé. És lehet, hogy mást látszott, de én azt éreztem, hogy az én, ahonnan én nézem a világot, hogy a Jóisten valahogy nagyon-nagyon elzárta magát tőlünk, és nem látszik. Ő nem látszik ebbe a teremtésbe. Tehát ezt is tényleg sikerült, hogy magunkra hagyjon, és tessék. És itt az első pillanat, amikor azt éreztem, hogy itt nem sikerült neki teljesen jól lefalozni. Hogy jön a testbe, megérkezik bele a lélek, és ott van ez a... szokták emlegetni ugye az újszülöttek illatát, de hogy ott van az a tekintet. És az a tekintet néha, ha véletlen elkapod, olyan bölcs, olyan sok minden van benne, hogy egyszer látszik, hogy még nem sikerült a lelket visszacsöcsemősíteni. Most érkezett még bele, és még valahogy ott kilátszik az egész mögüle. Nagyon rövid idő, és aztán mennek a hétköznapok, ott már nem tudsz aludni, és attól kezdve már lesz minden, ahogy lennie kell. De te inkább akkor a gyereket irigyelted, emiatt volt benned ez a haraglás. Másnak miért, nekem miért nem? Tehát annak a megélését, hogy te apa lehetsz, hát azt is. Tehát, hogy azt annak a megélését, hogy te egy hagyomány továbbadsz, annak a megélését, hogy te valamilyen módon szerethetsz végre valakit ennyire. És rettegtem tőle, két dolog történt. Rettegtem, hogy egyáltalán képes vagyok erre, hogy én bennem van-e ez az energia. A másik, hogy másra se vágytam jobban, mint hogy a lelkemnek ez a szelete végre működjön. Hogy ha van, akkor viszont működjön végre. Hogy valaki, a szerelem is nagy dolog, de hogy valaki ennyivel fontosabb lehessen nálad. Ez megint csak azért kell, mert úgy vagyunk összerakva szerintem, a lélek energiái úgy vannak kitalálva, úgy püfög ez az egész gépezet, hogyha ez a gőz nem kezd el ebbe az irányba tartani egy idő után, akkor akkor nagy önismeret, önuralom, nagyon sok minden kell, hogy a lélek kordába tartható legyen, és ne dagadjon túl nagyra az ego. Én szoktam mondani barátaimnak, én nem egyen látom, amikor gyereke születik, ha későn születik, vagy későn vállalnak gyereket, hogy úgy helyre rakódik. Ugyanakkor azt mondod, hogy ha nem történik az, ami történt, tehát a te elgonoszodásodnak a gátja és toptáblája az Hanna volt. Abszolút, abszolút. Azt elmondod nekem, legalábbis egy mondat erejéig feltétlen érdekelne, hogy azért nekem az egy nagy tantétel a ti esetetekben, hogy amikor valaki nagyon akar valamit, két ember nagyon akar valamit, és a Jóisten, a sors, az élet valahogy úgy rendezi,
hogy az eredendő szándék nyomán ez nem teljesülhet. Ők mégis valahogy kicselezik a sorsot. És mégiscsak megteremtik azt, amire annyira vágynak. Szinte nincs az életben ilyen értelemben. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de gát. Hát, ugye nagyon sokféle helyzet van, amikor ezt rengeteg próbatétel van az életben, amikor ezt nyilván másképp fogalmazná meg, aki átéli. Azt szokták mondani, hogy az örökbefogadási helyzetben a szülő is és a gyermek is veszteséggel érkezik abba a történetbe, amiben megérkezett. Éppen ezért, ahogyan te most feltetted ezt a kérdést, és ezt nekem nagyon imponál, hogy ezt te megfogalmaztad, ezzel tudnám cáfolni. Tehát az annak az örömével, hogy én azért is képes vagyok, én azért is itt vagyok, és nem a veszteségélményt éltem meg, hanem azt az akaratot és vágyat, hogy engem akkor se lehet ettől eltántorítani. És a veszteségélményre azt tudom mondani, hogy abban a pillanatban, amikor a gyermeket először látod, vagy a kezedbe foghatod, és elindul az a folyamat, ami villámgyorsan történt nálunk, hát ez nagyon sokféleképpen történhet, hiszen sok különböző életkorú gyereket lehet örökbe fogadni, meg rengeteg történet van. De nálunk olyan villámgyorsan történt, hogy az első pillanattól kezdve azt tudom mondani, hogy nem is tudom elképzelni, hogy nekem más gyerekem lenne. Tehát nekem ő a gyerekem, nincs teljesen természetes, hogy ugyanúgy nincs rá alternatíva, mint hogyha a vér szerinti gyereknél sincsen. Ez az ég adta világon semmi különbség nincs ebben. Azzal kezdtük, hogy azt mondhatod, hogy két nagy és fontos dolog van az életben. Az egyik a felfedezés, azt kibontottuk, a szerelmet, azt viszont még nem. Hogy az egy éltető dolog, az egy fantasztikus dolog, de neked biztos van rá valami nagyon eredeti és bölcs gondolatod. Mitől akkora dolog az, hogy úgy gondoljuk, hogy talán valahol az élet egyik jól nyakon csíphető oka? Nincsen, nem is szeretnék abba tetszelegni, hogy én most itt ezt így föl tudom neked fejteni, csak alanyi tudok lenni, ha megengeded. Én nagyon későn találkoztam, mi 10 éve vagyunk együtt a feleségemmel, tehát már bőven felnőttek voltunk, amikor mi találkoztunk. Nem tudom, hogy mondjuk egy kamasz szerelmet hogy kell őrizni, hogy lehet a parást megóvni. Hogyan lehet rajta dolgozni? Nekem az nem sikerült. Tehát én azt nem tudtam megcsinálni. Bízom benne, most még úgy tűnik, hogy ez a felnőttkori választás, a felnőttkori választásnak az az alapja, hogy én most már akkor tökéletesen tudtam, hogy engem nem az ellentétek vonzanak, hanem nagyon is kell valami alap, ami közös, és tudom, hogy amire együtt építhetünk, habitusban, jellemben, származásban, sok mindenben lehet ezt vinni, hogy ezek inkább nálam össze kell, hogy csengjenek, és össze kell, hogy csiszolódjanak, és akkor tudok erre vigyázni, illetve hát az érintés erejére vigyázni még, ugye, hogy az intimitás azt őrizni, és azt meg a feleségemtől tanultam, ahogy ő rá tud csodálkozni arra, hogy vagyunk. Annak az örömére. Azt, hogy mi vagyunk egymásnak, és ezt olyan naív, édes gyermeki lélekkel tudja csinálni, hogy ezt nem tudom eléggé megköszönni, mert ezt a nemes egyszerűsége utánzom. És ezt megtanultam tőle. És ezt próbáljuk. Nem tudom, tehát hihetetlen ereje van, talán az egyik legfontosabb nevelési erő, ha gyerek látja, hogy ti szeretitek egymást. Hogy nem egyszer vigasztalhatatlannak tűnő hiszti végtelen tömegét az oldotta meg, hogy mi ketten, már teljesen kimerülve egyébként, meg már a lelkünk szétdarálva, az idegeink. Mi ketten egymásra nevettünk, megöleltük egymást,
megcsókoltuk egymást, és egyszer csak azt vettük észre, hogy odajön a gyerek, és szorítja a lábunkat. Hogy érted? És akkor kicsit el is szégyeltem, hogy miért nem öleltük meg egymást hamarabb? Miért kell? Lehet, hogy végig kellett vinni azt a hiszti hegyet, ami ott akkor átértél, de tényleg ez semmi más úgy nem hat rá, mint az, és nem azért keltem, nem neki kell mutatni, de hogy ez eltenni a parást a hevéből, ezt nekem felnőttként kellett megtanulni, hogy hogyan élhetem meg hogyan gazdálkodunk, és azt a kegyelmet is megélhettem, hogy egy ilyen helyzetben, mint a betegség, amikor én, hát finoman szóval is kimentem a férfi szerepből, meg kimentem a férj szerepből is, meg a család fenntartó szerepből is, minden olyan szerepből, amit társadalmilag a férfi szerephez szoktak kapcsolni, amihez én büszke lehetek, ami az egómat, a férfi egómat karba tartja, minden ilyenből kimentem, ezzel együtt mondjuk a testiségből is kimentem, és kihullottam ebből a házasságból, egy ápolt lettem, egy gyerek, és közös erővel ebből vissza tudtunk jönni, ez például nekem egy hatalmas erőt adó élmény. És mutatja azt, hogy jó alapon áll a házasságunk akkor is, amikor egyébként, hát igen, latinosan élünk, tehát vannak pillanatok, amikor hát számon kérjük egymást bizonyos ügyekben, és nem olyan sima a hangulat otthon. De az a jó, hogy megölelitek egymást, és az Hanna sokszor látja. Ölejétek egymást. Nagyon sokszor szépen. És nagyon sokáig. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Ha már a szerelemről beszélgettünk az imént, következzék Turóczi Dániel és felesége mesébe illő története. Jóban, rosszban együtt vannak, és a végsőkig összetartanak. Ők tényleg. Hogy ismerkedtetek meg? Nem voltam nagyon józan, úgy kezdem, és... Szépen mondva. Ahol én lakom, mögöttem volt egy zöldséges, és mellette volt egy 10 emeletes. Lényegében kettőnk között csak egy zöldséges volt, és én oda mentem be, ahol láttam, hogy egy kasszás hölgy, aki az ismerősöm, ott áll mellette Francesca, és láttam, hogy mindig ilyen feltűnően néz, de már napok óta, és most már volt erőm az alkoholtól, megjöttem a hátorságom, és leszorítottam, hogy légy szíves, gyere már ki, beszélgessünk. És akkor mondja nekem, hogy de nem is tudok magyarul. De tényleg nem tudtam, csak annyit tudtam, hogy nem tudok magyarul. Ennyit tudtál elmondani magyarul? Szinte? Igen, szinte, nem tudtam semmit. És akkor gondolkoztam, mondom, azt hiszi, hogy mondom, mert pihás vagyok, akkor engem hülyére vesz, és akkor leráz ennyivel. Mondom, most mondtad magyarul, hogy nem tudsz magyarul, mondom, gyere már ki, kijön, és én próbáltam volna vele beszélgetni, legalábbis én beszéltem, de láttam, hogy csak hallgat. És mondtam, hogy holnap szeretnél találkozni, és akkor mondta, jó, persze, minden nap ott mentem el a zöldséges előtt. Nem is tudtad, mire mondtál, igen? Nem, csak mindenre mondtam még. Semmit nem értett. És igazából minden nap találkoztunk, és amennyi angol tudásom nekem is van, az a kevés, meg neki is, meg hogy elmutogattuk egymásnak, hogy mit szeretnénk közölni, hogyha nem tudtuk mondjuk azt a szót angolul. De hát azért az elég nehézkes kommunikáció. Igen. Nagyon nehéz. Kézzel-lábbal. Nagyon nehéz. Hát én még eleinte, még mielőtt ő kihívott volna, azért az hozzá mondanám, hogy hol én laktam, az volt egy ilyen oblak, és ott volt egy busz megálló, és én már ott kiszúrtam. Jó, már ott kiszúrt. Ő tetszett, azért mentem ki attól függetlenül, hogy nem tudtam, mondom, hát ha most nem megyek, akkor sose fog már kihívni. És te hova valósi vagy? Én Romániából, a moldovai rész. De Magyarországra úgy jöttél, hogy nem beszéltél egyáltalán magyarul? Nem. És hogy tudtál elboldogulni? Addig angolul? Igen, meg új a munkahelyem sikerült, ahol nem kellett beszélni magyarul. Mi történt ezután? Felgyorsultak az események? Igen, szóval azt tudni kell, hogy mindkettőnk egy rossz kapcsolatból lépett ki. Igen. Sok időnk elment, úgymond fölöslegesen, de legalább tapasztalatot szereztünk ki így is belőle, és akkor... Ti a másikért szakítottatok? Nem ismertük egymást. Én Olaszországból jöttem Magyarországra, egy ilyen nagyon rossz kapcsolat, és akkor úgy akkor megfogottam magamnak, hogy csak akkor
leszek valakivel, úgy hosszú távra, ha gyorsan összeköltözök vele, hogy meglátom, hogy tilegújjon igazából. Tehát, hogy hamar derüljenek ki a dolgok. Így van. Mind a ketten ugyanígy álltunk hozzá, én és ő is, és akkor jött egyszer egy cetlivel, hogy amit a barátnél segített, ő egy kicsivel jobban tudott magyarul, és egy pár szót többet is le tudott írni, és akkor, hogy nem-e költözünk össze, mert hogy ő tényleg komolyan gondolja. De még nem tudtam beszélni, azért írottam egy cetlivel, hogy összeköltözünk, vagy akkor vége. Jó, legyen, mondtam. Akkor költözünk össze. De egyébként ez korábban rátok jellemző volt, ez a bátorság, ez a merészség, hogy lesz, ami lesz? Mert azért lássuk be. Én ilyen vagyok. Igen. Én inkább úgy mondom, hogy lesz, ami lesz, meg kell mindent próbálni. Mert azért lássuk be, ez nem egy szokványos történet, hogy valaki nehezen kommunikál a másikkal, és azt mondja, hogy voltak éppen vabank, mert ez egy nagy kockázat, te költözzünk össze. Így van. Neki igen, rám nem volt jellemző. Csak én már olyan rossz volt az első kapcsolat, meg az első kapcsolat olyan volt, hogy olyan szép volt minden, amikor nem laktunk együtt, és utána összeköltöztünk, és hát teljesen más volt. És mondtam, hogy én olyan fiatalon nem leszek már megint 2 év úgy, hogy utána kiderül, hogy nem esuljon. Úgyhogy szerintem belőlem ezt hoztok ki. 1 év múlva eljegyeztem. Szóval annyira flottul ment minden, olyan könnyen ment az összeköltözés után, hogy Francesca nagyon gyorsan tanult magyarul, rettenetesen gyorsan. Nagyon sok ilyen vidám pillanat volt, amikor pár dolgot, mondjuk a tésztaszűrőt nem találta meg, és akkor kérdezte, hogy hol van az, amiben főzni kell, és folyik a víz, és én gondolkoztam, mondom, valamelyik edény lyukas. És csinált egy nagy takarítást, és meg képes volt egy másfél hétig kikeresni a tésztaszűrőt, hogy akkor ez milyennek mi a neve, nagyon sok ilyen volt. És nem volt egyszerűen vitánk, szóval láttuk már, hogy az elejétől kezdve összhangban vagyunk, és van egy közös célunk, amit szeretnénk, és ennek nincsen semmi akadálya, úgyhogy akkor mondom, miért ne? Szóval tökre jól megvagyunk, és megvolt az eljegyzés, és utána azt hiszem 1 évre rá akkor az esküvőt terveztük, hogy akkor mindenféleképpen kell esküvő. Nem akartam halogatni, hogy sok év múlva majd, hanem 1 év múlva esküvő. És akkor onnantól azon voltunk csak. És ez meg is történt? Így van, igen. 1 évre rá pontosan. Minden szépnek és jónak tűnt, amikor is a te egészségeddel így van. Hát problémák jelentkeztek. Úgy kezdődött, hogy amikor bejött a Covid, én felszedtem egy durva 20-25 kilót, nem volt akkor melóhelyem, akkor szünetelt az étterem, és gondolkoztam, hogy kéne csinálni egy diétát. 1 évig nem ettem szénhidrátot, cukrot és szénsavas üdítőt, semmit nem ittam. Szénsavasat, semmit. Lement 28 kiló így. De aztán jöttek, nagyon, nagyon kemény tünetek jöttek. Szóval olyan görcsök jöttek, besárgultam. Ez amiatt a hirtelen fogyástól? Hirtelen fogyást, meg szerintem inkább a vese. Inkább a vese, igen. Csak mindent a fogyásnak tudtam be, hogy biztos azért görcsök, mert magnézium hiány, vagy olyan vitamin hiány. Aztán kiderült, hogy a vesével van probléma, és odáig jutottunk, hogy életveszélyesen bekerültem a délpesti kórházba. Na várj, ne szaladjunk ennyi előre. Jöttek a különféle tünetek. Így van. Ti nem éreztétek, hogy ezek nagyon vészjóslóak, és ezek problémát jeleznek? Hát csak ő olyan makacs, hogy nem lehet vele bírni. De te próbálkoztál? Igen, azért mondom, hogy azért minden kapcsolatban vannak ilyen kis vitek, nincs olyan, hogy minden családban szerintem van, csak az nálunk is van, vannak ilyen kis vitek. Te mikor ijedtél meg? Tehát mikor kezdted el neki mondani, hogy itt sürgősen orvoshoz kéne fordulni? Hát amikor már látom, hogy olyan fáradt mindig, és akkor már nincs kedve semmihez, mondom, vagy van más valakid, vagy akkor te beteg vagy. Hogy akkor már ilyen furcsa volt, hogy mindig fáradt volt, ő sose szokott fáradni, és akkor nem volt kedve semmihez, hogy inkább alszik, és akkor hát ilyenek. Semmi ez nem volt az embernek kedve. Mindig csak aludtam volna, a melegben nyáron fáztam, reszkedtem, szóval... És a sárgaságot nem tudtam hova tenni, azt már nem tudtam a diétához kapcsolni, hogy mondom, sárga vagyok? Mondom, mindenki jelzi, hogy milyen sárga a feje a srácnak meg. És már idegesítettek. Elsősorban az ő főnöke jelezte, aki kínai, és én gondoltam, hogy rosszul mondja a sárgát, és mondom, sápottat akart mondani, és nem is legyintettem rá, mondom, biztos, hogy nem. És aztán egy selfie fotóban láttam, hogy nagyon más a színem, mint a többieknek a fotóm. És akkor elmentem egy ilyen rutin vérvételre, és ott mondták, hogy itt óriási a baj,
hogy életveszélyben vagyok, és azonnal vért kell, hogy kapjak, különben a reggelt nem élem meg. Ezt így közölték? Igen. Azt tudtad, hogy mi okozza a problémát? Tehát, hogy mi? Mondták, hogy a vese. Szóval én akkor elmondtam a tüneteimet az orvosnak, az volt a legvégén egy kérdés, hogy van-e még vizeletem. És mondtam, hogy nagyon-nagyon minimális. Azt mondta, az lenne az utolsó stádium, mert utána már csak a halál van. Mondott egy példát, hogy úgy képzeljem el magamat belülről, hogy annyira nem volt bennem vér, mintha leszúrnának egy állatot, és 24 órán keresztül kivéreztetnék. Így nézek ki én belül. Nem értették, hogy mitől dobog a szívem, akkor nincs bent szinte vér a testembe. De ilyenkor hova tűnik ez a töménytelenség? Valamilyen megemészti valami belül, ami a betegség krája, ami a veseleállással, pontosan nem tudom, de ez a szervezetemben tűnt el. De a te fő problémád az a vese elégtelenség volt. Így van. Mennyi idő volt az első tünet és a kórházba kerülés között? Szerintem egy... Tehát meddig húztad te ezt? Egy fél év. Igen, fél év. Ha te korábban elmész és hallgatsz Franceszkára, elmész orvoshoz, akkor mindez megelőzhető lett volna? Talán nem kerülök dialízisre, és még tudtam volna időt nyerni talán. Nem tudom biztosan, hogy milyen volt már akkor a vese működésem. De mi táplálta a te ellenállásodat? Mert tudomásom szerint, amikor bekerültél, nem akartad aláírni a papírt, hogy te vért kapsz. Nem is, aláírtam elsőnek. Elsőre aláírtad? A délpesti kórházba, így van. Kérdezték, hogy akkor hozhatják a vért, és mondtam, hogy nem. És de mondták, hogy Dániel, lehet, hogy nem éli meg a reggelt. Mondom, higgy el, megfogom. Szóval én egy nagyon makas ember vagyok tényleg. És de mi diktálta ezt? Nehéz vele néha. Úgy voltam vele, hogy biztos, hogy túlélem, nincs olyan, hogy nem. És aláírtam, hogy akkor nem kell a vér. És a doktor úr viszont okos volt, mert bennem hagyta a branőt, mert hogy áthelyezett egy másik kórházba, és mondta, hogy menjek át. Mondom, jó, csak elsőnek hívok egy taxit, és én hazamegyek a feleségemhez, mert beszélni szeretnék vele. De azt mondta, mentőt kéne magának hívni, és menjen át a másik kórházba. Mondom, nyugodjon meg, doktor úr, mondom, a jó Isten engem segít, mondom, én most hazamegyek. És branül el a kezembe. És onnan saját felelősségre viszont tényleg bementem, hogy ígértem. Hát az a hölgy, a doktornő elájult az adatok alapján. Azt mondta, hogy ha nem látná, hogy én itt állok mellette, ő azt hinné, hogy ezek az adatok, ez az ambuláns lap, az egy halott emberi. Annyira rosszak voltak az adatok. Ott azért már megijedtél. Akkor ijedtem meg, amikor bejött, és ő is hozta a kis papírkát, hogy írjam alá, hogy kapjak vért, és mondta, hogy Dániel, ez egy nagyon fontos döntés, ha most rosszul dönt, az életébe kerül. Még azt sem tudom ígérni, hogy ha vért hozok önnek, vagy a mentő vért hoz, akkor is túléli-e, vagy nem. És akkor úgy nagyon elgondolkoztam. Mondta, hogy itt hagy 15 percre engem a papírral, egy tollal, és mire visszajön, akkor addigra döntsem el, hogy aláírtam, vagy nem. És akkor ez egy borzasztó érzés volt, szóval ott 32 évesen gondolkoztam, hogy lehet, hogy tényleg nem élem meg a reggelt, mondom, van ilyen tényleg, hogy ekkora a baj. És akkor már nem mertem kockáztatni, nem mertem feldobni mindent egy lapra, hanem akkor inkább menjen, és akkor aláírom, csak akkor hozzuk helyre ezt az egészet, és menjen minden tovább. Hát ha egy orvosnak nem hisz, én olyan sok minden nem tudtam volna hozzáfűzni, hogy miért fogadja el. Inkább azt mondtam, hogy ne hagyjon itt egyedül, és hát biztos voltam benne, hogy azért jól dönt. Biztos voltál benne? Igen. Miért? Már tudom, hogy szeret annyira, hogy nem fogja azt kockáztatni, hogy akkor egyedül maradjak. Neked el is megfordult a fejedbe? Hogy egyedül maradok? Hát féltem, igen. És te akkor mire gondoltál, amikor végső soron mégis aláírtad ezt a papírt? A feleségemre. Igen? Hogy mi lesz, hogyha nem írom alá, és tényleg tévedek ezzel, és reggel tényleg nem kelek fel. Tehát ha ő nincs, akkor nem biztos, hogy így jársz el? Ha én egyedül éltem volna, és nincs feleségem, akkor nem írom alá. De miért? Nem tudom, van egy ilyen... De brahiság? Vagy mi ez? Nem szerettem volna más ember vérét, akkor úgy gondolkodtam. Akkor még így gondolkodtam, most már nem. De nem szerettem volna más ember vérét elfogadni. Nem akartam, hogy más vére mentsen meg engem. Ez egy buta gondolkodás volt akkor, de most már... De az. Igen. De még jó, hogy jól döntöttem, mert tényleg az életembe került volna. Ja, azért mi is tényleg fiatalok vagyunk, és szerintem sok fiatal van olyan, hogy ameddig nem jön a baj, nem hiszi el. Mi is úgy gondolkozunk, hogy fiatalok vagyunk, hát erősek vagyunk, egészségesek vagyunk, mindenki bírunk.
Hát kibírtunk minden. Hát de kellettetek hozzá mind a ketten. Igen. Mert hogy ugye megkaptad ezt a vért. Így van. Hál' Istennek túlélted az éjszakát. És mi volt a következő lépés? Elmondták, hogy mi fog történni, hogy egy művese kezelésem lesz, amire járnom kell. És fogalmasa volt, hogy mi az a művese kezelés. Én azt hittem, hogy egy, mondom, már olyan fejlett a tudomány, hogy egy műanyag vesét, egy műanyag formájú vesét beraknak belém, és akkor azzal én mehetek tovább, és akkor nincs semmi baj. És mondták, hogy szó nincs erre, hanem dialízis. És én ezt a dialízis már gyerekkorom óta hallottam ezt a szót, hogy a vesebetegek talán ide kerülnek, hogyha már leáll a veséjük, vagy annyira nem működik. És még akkor sem volt fogalma, sem volt, hogy hogy működik a kezelés, vagy megszúrnak-e tűvel. És mondták, hogy a nyakamba egy kanyőt fognak helyezni, amivel kimossák, átmossák a vért, és a folyadékot, ami felhalmozódik, és nem jön ki vizelet formájába, azt leveszik rólam. Teljesen új volt. Szóval amikor megláttam elsőnek a dialízis központot, és bementem, hát majdnem elájultam. Esküszöm, szóval. Mennyi ideig kellett járnod dialízis? Másfél évig jártam. Hányszor egy héten? Egy héten háromszor. Hétfő, szerda, péntek. Hát az hosszú, egy másfél év volt. Az biztos. De még így is a legszerencsésebb hát, között mondhatom, aki csak másfél évig jár, mert mások nagyon sokáig járnak. Úgy, ez hány órás procedúra? 4 óra. Addig ott mozdulatlanul kell feküdni? Így van. Hát nem, lehet azért egy kicsit mozogni, de mondjuk azt a kezet, amiben van a csiminó műtét megcsinálva, és azon keresztül kezelnek, azt ne nagyon mozgassuk, hogy az biztos jól működjön. Most lehet, hogy illetlen a felvetés, Francesca, akkor majd rám szóltok. De amikor egy ilyen speciális helyzet áll elő, hogy te egy másik országban élsz, beleszeretsz valakibe, aki egyik pillanatról a másikra ilyen nagy bajba kerül, akkor milyen gondolatai vannak az embernek? Hát nekem csak az volt, hogy azért jól lett volna, hogy anyukám itt legyen, hogy támogasson jobban, de egy pillanatban se fordult a fejembe, hogy akkor... Nem bizonytalanodtál? Úgy vele kapcsolatban nem. Tényleg nem hallgatott csak... rám? Miért volt ilyen makacs? Nem, mert szerintem minden egy okkal történt. Mindennek van egy oka, hogy per pillanatban mi nem tudjunk, mi történt, miért történt valami, de az, hogy idejöttem Magyarországon, az, hogy pont vele találkoztam. Szerintem mindennek van egy ok, ami szerintem nem mi irányítjuk. Ki irányítja? Nem tudom. Szerintem... Felső belül. Igen. Szerintem igen. Tehát te úgy fogtad föl, hogy ha már egykora nagy volt a lobogó szerelem, igen, kettőtök akkor közt, biztos valamiért. Valamiért úgy volt, hogy ez ha nem most, lehet, hogy rám hallgatod volna, de később biztos, hogy ugyanez lett volna. A legrosszabb szerintem a dialízisbe, igen, volt hogy... egy pár pillanat, nincs, hogy depressziós volt egy kicsit. Nincs remény, szóval nem az, nem remény nincs, hanem nincs kilátás. Szóval nagyon rossz az, amikor mondok egy példát, hogy valaki elmegy hétfőn dolgozni, és fogalma sincsen, hogy legközelebb mikor lesz szabad, mert a főnök azt mondja, hogy most szombaton is kell jönni, majd vasárnap is, és majd legközelebb visszajövök, és telefonálok, hogy mikor lesz szabad, és fogalma sincsen, hogy mikor lesz vége már. Szóval nem tudtam, hogy 1 év, 2 év, 10 év. Te ezzel számot vetettél, hogy lehet, hogy a következő x évtizedben neked minden hétfőn, szerdán és pénteken be kell menni? Sajnos igen. És ez egy borzasztó érzés, szóval főleg így fiatalon. Lényegében ez egy halálos betegség. Engem gépek tartottak életbe heti 3-szor. Hogyha nincsenek a gépek, és én nem járok, akkor én halott ember vagyok. Azért minden kapcsolatban szerintem nagyon jól kell kommunikálni. Már volt, amikor nagyon bezárkodott, és nem beszélt, vagy volt, amikor én is bezárkodtam. Nem azért, hogy nem akartam vele beszélni, csak nem akartam megbántani semmivel, vagy valamit olyasmit mondjak, hogy félreérti. És akkor volt, hogy akkor jött haza, és akkor nem beszéltünk, lepihentünk, de az nem, hát úgy nem sokáig csináltunk, hogy ilyen 2 nap után mondtunk, hogy akkor üljünk le, beszéljünk. Hogy jött az ötlet, hogy Francesca odaadja az egyik vesélyét neked? Ez egy másik 3 hónap makocsák. Én, ahol dolgozom, ott van egy ismerős, és ő szólt a Hollós Katának az átszervezés alapítványnál, hogy van egy srác itt az étteremben, és dialízisre jár. És ő engem meglátogatott, a Kata, és elmondta az ő történetét, hogy neki az édesanyukája adta oda a vesét, és nagyon furcsa volt látni olyan embert, akinek már volt vesetranszplantáció, mert fogalma sem volt, hogy néz ki, mennyire erős, mennyire energikus, vagy ugyanolyan, mint hogyha egy egészséges, normális ember.
És azért ez sokat számított, és kérdezte, hogy van-e lehetőség élő transzplantra a családban, és mondtam azonnal, hogy dehogy is, mondom, senkit. Ha lenne is, akkor se. De nem, miért? Nem akartam kockáztatni, meg nem tudtam, hogy miről szól ez. De mit kockáztatsz ezzel? Az egészségét, vagy nem tudtam. Ja, a másiknak az egészség. Persze, hát ez nem olyan könnyű azért. Gondolom, sokan azt hiszik, hogy ha valakinek kell a vese, és valaki felajánlja a családba, hogy akkor miért nem fogadod el? Hát akkor ugyanolyan jó életed lesz utána, mint előtte. Azért ez nem ilyen könnyű. Ha valaha érzelmileg kötődsz valakihez, alapból nem szeretnél neki rosszat, főleg azért, hogy neked jó legyen. Tehát itt is a feleségemnek elmondtam otthon, hogy milyen lehetőség van, hogy mit kérdeztek tőlem, hát és akkor mondta, jó, én odaadom. Egyből így rávágtam. Én eleinte még, ugye, hogy én se tudtam, mi az a vesekezelés, vagy művese, vagy nem tudom, hogy kell mondani, és akkor elkezdtem orvosni az interneten, és akkor ott feldobta, hogy lehet ilyen donor, élő donor, utána mondta, említette a kotát, és akkor mondtam, hogy igen, hát akkor csináljunk. És akkor mondta, de nem, már biztos, hogy nem lesz jó tiéd, meg kezdte már az a negatív, hogy nem. De Francesca, te az a típus vagy, aki, ha szeretsz valakit, akkor ilyen magától értetődő, hogy azt mondod, hogy persze, csináljuk, segítsek, vagy ehhez azért Dani kellett? Hát szerintem ahhoz kell egy ember, aki tényleg nagyon szeret, hogy tényleg úgy főleg, nem tudom, nekem az esküvő is már úgy jön, hogy akkor jobba meg rosszba, hogy tényleg amit mondunk nekem, azt jelenti. Csak oda akartam kiukadni ilyen illetlen módon, hogy más ember esetén nem biztos, hogy ez ilyen magától értetődő lett volna a te esetedben. Hogy odadod? Ha nem Daninak kellett volna? Hát ha a családtag, igen. De úgy idegennek szerintem nem. Tehát csak azt akarom, hogy ennyire kell szeretni valakit. Igen, hogy szeretni kell, hogy azért tényleg csak egy szerv. És azért bennem is gondolkoztam, hogy akkor most, hogy kiveszik, akkor én ugyanolyan leszek, vagy nem leszek. Úgy. Hát vannak kérdések biztos. De tényleg Katával beszéltem sokat, és akkor ő nyugtatott meg, hogy minden oké. Okay. Sokat számít, hogyha tudsz olyan emberrel beszélni, aki ezen már átesett. Mert úgy látatlanból, csak mondjuk egy platformon olvasod, hogy miről szól egy vesetranszplantáció, úgy elfogadni, vagy úgy adni, hát azért az úgy elég nehéz. Téged mi győzött meg, hogy elfogad? Az, hogy szeretnénk együtt élni, együtt megöregedni, és együtt leélni az életünket. És nem tudsz, szóval így nem volt egy jövőképem. Nem is akartam így. Terveztünk gyereket előtte, de amíg én mondtam, amíg dialízisre járok, én így nem szeretnék. Így nem tudnék, nem is szeretnék úgymond apa lenni, én legalábbis. Mert nem, tudtam, hogy időben korlátozott vagyok, és hogyha bármi van, ha esetleg az én családomnál valaki nem úgy ér rá, vagy más dolga van, nekünk egy kisebb családunk van, az ő szülei, az ő testvérei más országban van, nem akartam, én azt láttam magam előtt, hogy ha van egy gyermekünk, és valami probléma van, akkor Francesca egyedül van a gyerekkel. Mi ketten vagyunk egymásnak, lényegében olyan, mintha szülők nélkül lennénk. Az ő szülei más országban, az én édesanyám sajnos beteg, apukámat nem ismerem, így ketten vagyunk. Tulajdonképpen a kettőtöknek a szövetsége, meg annak a perspektívája volt, ami meggyőzött téged. Így van. Hogy kettőtökért. Így van. Igen. Megmondom az őszintét, nagyon hihetetlennek tűnt az, hogy ő oda tudja nekem adni a veséjét. Nagyon sok mindennek egyeznie kell, rengeteg mindennek, rengeteg vizsgálat kell hozzá, és úgy voltam vele, hogyha tényleg megadom neki a lehetőséget, hogy ő szeretni, akkor jó, kezd el a vizsgálatokat, de megmondom őszintén, csak nem tűztem. Csak hogy ne veszekedjük. Csak akkor ne legyen jobb ebből. A békesség. Jobb a békesség, és tényleg elkezdte, és én egy olyan 80%-ban biztos voltam benne, hogy valamin biztos, hogy nem lesz jó, de én nem fogok bánkódni. Ő megpróbálta, tudom, hogy szeret, én is szeretem, de nem leszek kevtelen, vagy bármi, hogyha most nem fog sikerülni, mert féltettem őt annyira, hogy nem ér annyit az egész, gondoltam. Aztán kiderült, hogy le valami egészen hátborzongató módon minden adat stimmel, ugye? Akkor felhívott a legutolsó vizsgálat megvolt, és felhívott a sebész, aki a minden döntő hívás, hogy akkor jó vagy nem jó, és azt mondta, hogy minden rendben, jöhetnek be, és akkor a műtőt időpont is így. Fú. És ideges lett. Igen, és nem? Akkor én mondom, most valami csúnyát mondtam, hogy most mi van? Mondom, nem kéne örülni? Mondja, te. És mondom, és akkor miért nem? Ő jobban boldog volt, mint én. Sokkal. Nekem akkor lett valós, hogy akkor
úristen, akkor most tényleg megtörténik a vesetranszplant, és akkor ez valós dolog. És akkor kezdtünk el inkább beszélgetni erről, hogy akkor ez most hogy legyen, tényleg biztos vagy-e benne, bármikor lefolyhatod. Nem fogok haragudni rád, nem várom el tőled. Inkább arra próbáltam rebeszélni, hogy fújjam le, hogyha nem kell, már nagyon sokszor mondtam. Nehéz döntés az azért. Nem akartam kockáztatni. Vannak rutin műtétek, és tudom, hogy a többsége jól sikerül, de mindig ott van a baki, mindig benne van az, hogy történhet valami rossz is. És igen, most... ám, de a te akkori perspektívád, vagy a te akkori látószögöd, az olyan nagyon sok jóval azért nem kecsegtetett. Tehát neked ez egy mentőkötél volt. Így van. Mert nem az volt, hogy A és B verzió között választhattál. Igen. Volt egy, hát sok sikerrel nem kecsegtető további dialózus, egy kilátástalanság, és egy jövőkép, ami a kettőtöké, igen. Aminek az az ára ugyan, hogy akit te nagyon szeretsz, igen, tesz egy ilyen nagy áldozatot, de így meg lesz közös jövőtök. Igen. Akkor mégis mi volt a nagy dilemma? Féltem, hogy ne essen baja. Megmondom az őszintén, mind a ketten hiszünk Istenbe. Nem most a Biblia szerint élünk, de valós, hogy mi bízunk abban, hogy ha jó emberek vagyunk, akkor segít az Isten rajtunk. És én azért imádkoztam, megmondom az őszintén az utolsó napokban, hogy ha úgy látja a Jóisten, hogy nem fog valami sikerülni, vagy Franceszkának bármi bántódása lenne, akkor ne sikerüljön. Én ezért imádkoztam. Nem azért, hogy nekem most legyen jó, ha déljek, én tudok így is élni. Lehet, hogy most nincsen kilátásom, de legalább a feleségem egészséges marad. Te is imádkoztál menet közben? Igen. Igen? Igen. Már az utolsó nap, hogy már nem stresszeltünk, már úgy voltunk fel, hogy befekszünk, egy kicsit bolondoskodtunk, hogy akkor mindjárt jön be Dr. Bubó, meg ilyen hasonló ilyen bolondságokat kitaláltunk, hogy de nagyon sokkal többet beszélgettünk már akkor a végén, és azért még megkérdeztem utoljára, hogy biztos vagy benne. Még ott az ágyon? Muszáj volt megkérdeznem, muszáj volt, hogy tudjam, hogy nem akartam, hogy megbánja, nem akartam azt, hogy... Szóval én éreztetni akartam vele azt, hogy én soha nem mondtam azt neki, hogy én szeretném azt, hogy te ezt megtedd értem. Tudom, hogy szép dolog, és tudom, hogy te úgy érzed, hogy velem akarod élni az életedet, és én is ugyanúgy, de ez nem kötelességed megtenni értem. Nem, egyáltalán nem. Neked másik alternatívád nem is lett volna? Családtag? Nem. Édesanyám nullás vércsoport, úgy, ahogy én, de viszont ő egészségi ügyi okok miatt nem alkalmas. Sajnos. Ő szihésen is sajnos nincs a toppon, és ő fel sem fogta azt, hogy én életveszélyben vagyok. Ő semmit nem fogott fel. Hát szerintem úgy jobb volt, hogy nem fogta fel az ő érdekében. De ez is elképesztő, hogy mind a kettőtöknek ez a rendkívül ritka vércsoportja van. Igen. Emlékeztek arra, amikor megtudtátok, hát nyilván ezt nem felejti el az ember, hogy túl vagytok a műtéten, és minden sikerült. Az leírhatatlan élmény? Vagy az milyen? Én nem tudom, én nem emlékszem. Én kettő nap csak aludtam. Dani vette fel mindenkinek a telefon, felvette, hogy hívtok. De amúgy örültem, amikor láttam. Akkor is olyan volt, hogy már nevetni akartunk, de nem tudtunk nevetni, már fájt a hasunk. Úgy jó volt őt látni, hogy már a színe visszajött, hogy hát azonnal. Őt látni, hogy egészséges. Megnyugodtál. Igen. És még az is egy plusz csavar volt a történetben, hogy tudomásom szerint ilyenkor mindig a donor a rosszabbik szervét adja oda. Tehát a rosszabbul működő vesét. De te a jobbikat adtad oda. Igen. Hát már azt mond, de hát már nem, hogy kell mondani, hogy nem tudták kiszedni a másikat. És tehát ő volt az egészet, tényleg alkalmatlan volt a gyengébbik vese, hogy kivegyék. Igen, és akkor hát mondtam, jó, hát akkor az orvosok csak tudják mit csinálni, akkor szedjék ki a másikat. Az volt a szerencse, hogy mindkét vese majdnem ugyanúgy működött, és nem volt nagy különbség a két vese között, ezért megengedték, hogy a jobban működött megkaphassam. Szóval ez is egy oltári nagy szerencse, mert mi az esélye ennek? Mi az esélye annak, hogy egy vércsoportú a pont az én feleségem, és mindenre alkalmas, és hogyha még bejön egy kis baki, hogy hú, a rosszabbik vesét nem tudjuk kivenni, hát akkor más esetben a jobbat nem szokták odaadni, de ugyanolyan a két vese, úgyhogy nincsen semmi probléma. És ti ezt mivel magyarázzátok, ezt a nagy egyezést, ezt a hihetetlen szerencsét? Ez nem szerencse. Ez, már ez, túl sok szerencse lenne, túl nem? Sok szerencse, nincs ennyi egymás után. Ez olyan volt, mint egy kitaposott út. És voltak személyek, akiket úgymond meg kellett ismerni, és ez így ott voltak az utunkban, egyszerűen adta magát az egész, és ilyen könnyedén mentünk az úton, és vége is. De jó lett nekünk, minden. Tényleg nekünk szerencsés volt, már azért sok ember van,
Igen. De még a hozzáállás, már azért nekünk is voltak nehézségek, hogy mikor csak egy ember tudott dolgozni, vagy az albérlet, meg minden, csak hát nem szabad annyira túl gondolni az egészet, hanem hát úgy venni az egészet, ugye, hogy jön, és akkor majd valahogy megoldódik mindig minden. Mindig minden megoldódik? Lehet, hogy nem akkor, amikor mi gondoljuk, igen, nem úgy, hogy gondoljunk, de valahogy mindig lesz. Hát ti azért úgy, hogy mondjam, elég látványosan megpecsételtétek az összetartozásatokat. Igen. Mert ebben van valamilyen misztikus is, nem? Hogy a te egyik szerveddel él tovább a másik. Azért ez... Fura, fura érzés. Fura? Igen, így ha az ember így belegondol nagyon, akkor ilyen, még most is, hogyha belegondolok, egyszerűen ilyen felfoghatatlan dolog, hogy a feleségem vesélye itt van. Itt van a kis pocim alatt egy kicsit is. Én azzal működök, nekem az mentette meg az életemet. Szóval ez ilyen fantasztikus dolog. Gondolom, úgy vagytok ezzel, hogy nem nagyon állíthat elétek semmilyen próbát az élet, amit ne tudnátok ketten megoldani. És a Jóisten segítségével, igen. Tehát aki egy ilyenen áttesik, összekapaszkodva, az... Nincs lehetetlen, én úgy gondolom. Mindig van valahogy. Nincs olyan, hogy egy szárgyertyával közlekedek a folyosón, és akkor ilyen sírat csomott magam, hogy jaj, nem fogsz. Nincs ilyen. Hanem mindig van remény. Remény nélkül nem lehet élni. Nekünk is tenni kell azért, hogy jó legyen, nem csak valakire várni. De én úgy gondolom, hogy a maga a szeretet, az sok mindenre képes. Az a erőt ad az életben is, és az, hogy van remény az ember. Szóval remény nélkül nincs élet, én úgy gondolom. Vagy akkor nagyon szomorú élet. És most... a ti életetek, vagy az élet kereteitek, vagy a perspektívátok, ez hogy néz ki? Most meg gondolom, lassan a gyermekáldás irányába mozdulnátok el. Hát reméljünk, hát már időben lennénk. De most már te is megnyugodtál, hogy én nincs dialízis, most már nincs semmi akadály. Én úgy vagyok vele, hogy én megbeszéltük Franceszkával, hogy szeretnénk gyereket, akkor most már rajta lettünk a projekten, de természetes, hogy még a műtét után egy kicsit szeretnénk várni. Nem konkrétan, hogy orvos ajánlott, hogy most nem szabad egy évig, vagy két évig, nem volt ilyen, hanem egy megérzés, egy belső megérzés, hogy egy kicsit várjunk. Egy nagyon egy-két év maximum, de én nem is szeretném Franceszkát sietetni, mert az ő egészsége, ő tett egy hatalmas dolgot értem, én aztán biztos nem fogom sürgetni, hogy figyelj már, jövőre szeretnék, és akkor nem, szóval ez teljes mértékben. Ha ő azt mondja, hogy 5 év múlva szeretne, ha nem szeretne, én azt is elfogadom. Te azt is elfogadnád? Persze. Hát akkor ezek után úgy vagy? Persze. Ezek után már muszáj neki. De ez nem kérdés, szóval az ő egészsége, hogy egy ember életet megmentett. Én utána nem merek, nem is akarok. De azért meg tudsz nyugodni, már szeretnék gyereket csak. Csak még egy kicsit, ugye én nagyon gyorsan szoktam hízni, és akkor ugye ajánlva van, hogy nem szabad nagyon sok kilót felszedni, és akkor inkább azért akarom, hogy a másfél-két évig próbáljam tartani a súlyomat, és ha jól megy, akkor már azért, ha terhes az ember általában, túl sok minden kíván. A nők mindig diétáznak. Hát azt mondtátok, hogy nincs olyan akadály, amit ne küzdenétek le. Mit kívánjak nektek akkor? Egészséget, boldogságot. Hát az megvan. Más nem kell. Más nem kell az élethez. A baba meg majd jön. Így van. Láttunk és hallhattunk titeket, tényleg nagyon szívmelengető volt. Köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük. Hangozzék is bármilyen szentimentálisan vagy közhelyesen, de az ilyen beszélgetések után rendre meggyőződöm a szeretet hatalmáról. Hogy mekkora dolog is az. És ha van, élni jó.